Többek között kosárlabdában is összemérhették tudásukat a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium diákjai a hagyományosan megrendezett mozgás, művészet, juniális programsorozat keretein belül. Potápi András Árpád elmondta, a sok sportrendezvénynek köszönhetően jó hangulatban zajlanak a programok, hiszen mindenki megtalálja a saját kedvencét. Minden évben megrendezésre kerül itt az MMIA az iskolánkban, és a mi osztályunk indult futballban, kézilabdában, kosárban és röplabdában is. Azonban fociban nagyon gyorsan kiestünk, de kéziben meg röplabdában még mindig ott vagyunk igazából, szóval szerintem jó eredményeket fogunk elérni. A nap során minden osztálynak kötelező volt egy-két-három perces műsorral készülnie, ami lehetett ének vagy táncprodukció is. Igazából ez az első juniálisom, és nekem eddig nagyon tetszik. Nagyon sok sportban lehet versenyezni az osztályok között. Én csocsóban mentem volna, de az elmaradt, úgyhogy én igazából csak szurkolok. Főzünk is, mi lángost sütünk, úgyhogy azt majd meg fogjuk enni, és tényleg nagyon tetszik, mert így együtt van az osztály, és kicsit összekovácsolódik még jobban így az első év után. Máté Norbert testnevelő tanár szerint olyan szerencsés helyzetben vannak az iskola diákjai, hogy több sportágban is eredményes csapatot tudnak kiállítani. Ez egy önfelett játék, szerencsére a tanár kollégákkal együtt meg tudjuk oldani azt, hogy picit együtt játszunk velük, jól érezzük magunkat. Nagy sikere van, és az elmúlt időszakban úgy érzem, hogy ezek a programok sajnos kevesebb volt belőle, és hiány volt ebből. Ezt tapasztalom most is, hogy nagyon nagy az igény rá, és nagyon örülnek a gyerekek, hogy így egy ilyen nagy programon részt vehetnek. A diákoknak lehetőségük volt még grillezni, sütni vagy főzni, emellett különféle képességfejlesztő, logikai és szerepjátszós feladatok várták őket a drámateremben.